Tatabánya szinte valamennyi óvodása és kisiskolása megjelent a Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány által szervezett és a Komárom-Esztergom megyei rendőrfőkapitányság, valamint a Komárom-Esztergom megyei katasztrófavédelmi igazgatóság által lebonyolított mai közbiztonsági nyílt napon. Az eseményen a rendőrök és a tűzoltók mellett jelen volt a honvédség, a mentőszolgálat, a terrorelhárítási központ, a Vöröskereszt, az ANTS, a Tatabánya Városi Szabadidősportszövetség, az Észak-Dunántúli Vízmű ZRT, valamint az Áve ZRT is. Elsődlegesen cél, hogy megismertessük a munkánkat, a rendvédelmi szervek munkáját. Ahogy látják, itt van a rendőrség, itt van a katasztrófavédelem, itt van a Tatai Dandárnak a munkatársai, a hadsereg. Gyakorlatilag bemutatjuk a technikákat. Egy kicsit önző módon kedvet is akarunk csinálni a gyerekek számára a szakmánkhoz. Hát, ha itt lesznek az utódok, valószínű bízunk abban, hogy az utódok is itt lesznek körülöttünk. Meg egy kicsit arra is jó ez az egész történet, hogy megismertessük a munkánkat, játékos vetélkedőkkel érdekessé, színessévé tegyük. Nem utolsó sorban itt közlekedés biztonsági tanácsokat, illetve bűnmegelőzési tanácsokat adunk természetesen mindenkinek a saját korosztályának megfelelően. A katasztrófa védelem szervezésében az érdeklődők testközelből nézhettek meg egy roncsvágási bemutatót, illetve elsajátíthatták, hogyan lehet füstben tájékozódni. Katasztrófavédelem mindenképpen meg akar jelenni a civil lakosság előtt. Nagyon fontos számára, hogy a gyerekeknek, a fiatal gyerekeknek megmutassa azt, hogy mi a napi munkája, mit végez, megmutassa azokat a szereket, felszereléseket, amik alkalmazásra kerülnek a napi munka során. Lesznek bemutatók, a bemutatók során fogunk preventív jelleggel mutatni tálcatüzet, fogunk mutatni olajbalesetet, fogunk mutatni közúti balesetet, hogyan avatkoznak be a tűzoltók, a katasztrófavédelem szakemberei. Kedvelt program állandóan a kutyáinknak a kutyás bemutató, de emellett a terrorelhárítási központnak lesz egy akadálypályája, amit akár ki is próbálhatnak a gyerekek, de azt hiszem, hogy a jelenlévő technikai felszereléseink megtekintése, emellett a bűnügyi technikusaink kutatásra, újnyomatolásra is adnak különböző módszereket, vagy bemutatják ezt, és még van egy látványos fegyverzeti bemutatónk is, ami biztos, hogy elsősorban a fiúknak nagyon izgalmas lesz. A rendezvényre látogatók megtekinthették a rendőrségi, tűzoltói és honvédségi járműveket, valamint fegyvereket és felszereléseket is.